Április 12-én lezajlott a Rákóczi Szövetség 2023. évi rendes közgyűlése, ahol számot adtunk múlt évi tevékenységünkről és gazdálkodásunkról. A közgyűlés elfogadta a Rákóczi Szövetség 2022. évi beszámolóját és 2023. évi programtervét. Minden évben minden egyesületnek, minden civil szervezetnek van egy kötelessége, hogy számot adjon arról, ami az azt megelőző évben történt, zajlott. Mind a Rákóczi Szövetség tevékenységének a tartalmát, illetően mind pedig a pénzügyi vonatkozásokról ilyenkor egy számadás történik. Összeálltak azok a dokumentumok, a közhasznossági jelentés, az éves beszámoló, a felügyelőbizottságunk jelentés, a könyvvizsgáló jelentések, és amellett, hogy egy számadás történik, nyilván ilyenkor az idei terveknek a véglegesítése, a terveknek, a költségtervnek, a programtervnek az elfogadása is napirendre kerül. És hát jó ilyenkor együtt lenni azokkal a barátainkkal, azokkal a helyi szervezetvezetőkkel, azokkal a tagjainkkal, akikre egész évben számítani tudunk, örülni tudunk azoknak a sikereknek, amelyeket magunk mögött tudunk, és bízunk abban, hogy az idei évünk is legalább olyan sikeres lesz, mint amit magunk mögött hagytunk.